különleges kiállítás nyílt Pécsett, méghozzá a Klimó könyvtárban. A tárlat a bécsi klasszikától a Vaspari pacsárdásig címet viseli. A tárolókban elhelyezett kották egy szűk, de annál színesebb merítést adnak az Erzsébet Tudomány Egyetem könyvtárának kotta gyűjteményéből. Nagyon izgalmas egyébként megnézni, nem csak zenész szemmel, hanem egy nagyon érdekes vizuális élményt adnak azok a korabeli fedlaptervek, illetve maguk a kottának is a tipográfiája valami zseniális, úgyhogy én ezt már megtettem, mindenkinek csak ajánlani tudom. Zenész szemmel, hát a kotta az nekünk egy ilyen fundamentum, bár a zenének nem ez az elsődleges megjelenési forma, hanem a hangzó forma, de mi zenészek azért nagyon sokszor a kottában indulunk ki, nem csak azért, mert hallás után nem lehetne eljátszani egy művet, hanem ez egyfajta analízis, tehát már belátunk a zene, jobban belelátunk a zene szerkezetébe. Ez nem mindig volt így, de mára már nagy segítséget jelent a kotta a művészek számára. Annak idején elődeink nem is igazán választhattak mást, ha zenehallgatásra került a sor. Érdekesség, hogy olyan kottákat is felvonultat a kiállítás, amit többek között Stefánia belga hercegnőnek vagy Andrássy grófnak ajánlottak, címeztek. Amikor az ezredforduló táján elindult a zenei írásbeliségnek az a fejlődés, amely odáig vezetett, hogy végül aztán nem csak a hangmagasságot, hanem a ritmust is pontosan lehetett rögzíteni, onnan egy olyan fejlődés indult a zenei kompozíciós technikákban is, amely a európai műzene többszólamúságának kibontakozásához vezetett. Úgyhogy hát ilyen szempontból is megrendülve állok itt. Mindig, amikor az ember ilyet lát egybe, hogy a különböző korszakokban ez milyen gyönyörű vizuális gazdagsággal jár együtt. És persze, hát ne felejtsük el, hogy abban a korszakban, amikor ezek a kották születtek, akkor ez volt a gyakorlatilag az otthoni zenehallgatásnak az egyetlen formája, hogyha az ember megszólaltatja a műveket, otthon a zongorán eljátsza, és így ilyen módon, hogyha egy mű megtetszett, valahol hallotta az ember, akkor a kottáját megrendelte, és megtanult, eljátszotta egy-egy családi alkalom során. Tehát ez egy, tulajdonképpen belelátunk a kor zenei ízlésvilágába, és ezek a kor könnyű zenei részbe, ha mondhatom így, mert azért nem magas művészi alkotásokról van szó elsősorban, hanem használati zenékről. A látogatók megismerkedhetnek a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem énekkarának történetével is. A litografált címlapok és kottaritkaságok 2022. augusztus 31-ig tekinthetők meg Pécsett a Szepesi Ignác utca 3-as szám alatt a Klimó könyvtárban.